Sziasztok, Barbara vagyok, a Narcisz Coach, és folytatnám a karácsonyi sorozatomat. Ezúttal egy személyes érintett, Sam Vaknin fogja elmondani nekünk, hogy a narcisztikusok miért nem szeretik a karácsonyt, miért nem szeretik az ünnepeket és a boldog embereket. Sam Vaknin Malignant Self-Love című könyvét az Amazonon tudjátok megtalálni, illetve a saját honlapján is, és a YouTube-on, pedig a videó csatornáján körülbelül 1000 videót hallgathattok meg a témában. Kérlek, hogyha szeretnél még több ingyenes videót hallani, látni magyar nyelven, mert ez fontos a számodra, mert szeretnél gyógyulni, szeretnél a szeretteidnek segíteni, önmagadnak is, akkor kérlek, ne felejts el egy lájkot nyomni. Nagyon fontos, hogy a YouTube érzékelje, hogy ezeknek a videóknak van jelentősége, van súlya, és hogyha tudod, akkor oszd meg másokkal is ezt a tartalmat, mert úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az információ eljuthasson az érintettekhez. Képzéseimre tudsz jelentkezni, hozzám coachingra is, az iroda.lifechanger@gmail.com-on, amit megtalálsz a videó alatt, és a képzéseimre is sok-sok akcióval, és jobbnál jobb amerikai, meg egyéb képzéssel várlak téged, hogy megszabadulhass kódependenciától, javíthass a borderline státuszodat, hogyha vannak borderline megküzdési stílusaid, ha narcisztikus jegyeid vannak, és szeretnél minél többet tudni, ott van a KOL-terápia, az áttörés a legnépszerűbb képzésem, amit a legtöbben elvégezték, és most a legújabb ugye a borderline személyiség fogságában is a sématréning, ahol a klasszikus 18 sémát vesszük, és megtanulhatod önmagadban beazonosítani, és különböző technikák segítségével dolgozni önmagadon. Tehát ha ilyen van, hogy szeretnél dolgozni, vagy ha bántalmazó kapcsolataidban, rendszerint bántalmazó kapcsolatokban találod magad, akkor mindenképp válaszd a gyógyulás útját. Tehát miért utálják a narcisztikusok a boldog embereket és az ünnepeket? Ugye? A holiday blues, az az ünnepi melankólia, még a mentálisan egészséges embereknél is gyakran előfordul. A narcisztikusoknál meg pláne, mivel náluk szinte fertőző jelleggel van jelen a patológiás irigység. Folyamatosan féltékenyek másokra, például amiatt, hogy a másiknak van családja, vagy boldog. Vagy azért, mert képes arra, hogy mindent beleadva ünnepeljen, átélje az ünnepet. Vagy azért, mert képes valóban ünnepi hangulatba kerülni. Kognitív diszonancia jellemzi őket. Azt mondogatják maguknak, hogy nézd már ezeket az alsóbbrendű emberimitációkat, szenvedtén szava, fantasztikus szavakat tud néha kitalálni, élő hullájuk rabszolgáit, akik csak pazarolják az idejüket, hogy eljátsszák, hogy mennyire boldogok. De mélyen legbelül a narcisztikus tudja, hogy valójában ő a defektes, ő a hibás, és nem a többiek. Csak nem akar ezzel szembesülni. Felismeri azt, hogy képtelen örülni, anhedonikus, nincsen örömre való képtelenség jellemzi őt, nincs meg az örömkészsége. Az egy hosszantartó, szokatlan büntetés, amelyet saját maga rót ki magára, mármint ez az örömtelenség. Persze nem tudatosan. A narcisztikus szomorú és dühös a szülinapokon, az ünnepeken és a különböző különleges alkalmakkor. Tönkre akarja tenni ezeket az alkalmakat, még egyszer mondom, nem tudatosan, azoknak az embereknek az örömét, akik képesek lennének élvezni az ünnepeket. Most ugye Sam Vaknin videójából ezt ilyen tárgyilagosan közlöm veletek, és mondom el az információt az ő tudásának köszönhetően, de van vagy 5-6-7, már nem is tudom hány videóm, amely pedig áldozatoknak szól, készítettem róla egy lejátszási listát, karácsony néven tudod megtalálni. Keresd meg és hallgass meg az áldozatoknak szóló tippeket, hogy hogyan, de engedd, hogy elrontsák a karácsonyodat, vagy a szentestédet. Tehát a narcisztikus szomorú és dühös ezeken az alkalmakkor, és tönkre akarja tenni, mert mások élvezni próbálják az ünnepeket. Ők meg akarják osztani, mármint a narcisztikusok, a másikkal a saját nyomorúságukat. Azt akarják, hogy az ő szintjükre, az érzelmi abstinenciájukra, rezgés szintjükre, akárhogy hívhatjuk, és érzelmi hiányra süllyedjen le a másik. Röviden, mivel a narcisztikus az emberekből táplálkozik, innen jut forráshoz, ő maga ugye képtelen forrás lenni, erre szüksége van.
Mondja Sam Vaknin, hogy a következő levelet kaptam egyszer régen egy narcisztikustól. Utálom az ünnepeket és a szülinapokat, beleértve a sajátomat is. Azért utálom, mert utálom, amikor az emberek boldogok, és nem miattam boldogok, ugyanis mindig nekem kellene lennem annak, aki mindenki más hangulatát irányítja. Nekem kell a hangulatuk mozgató rugójának lenni. Nekem sem mondhatja meg senki, hogy én hogy érezzek. Saját magam főnöke vagyok. Úgy érzem, hogy a mások boldogsága hamis, nem igazi, erőltetett. Úgy érzem, hogy képmutató. Csak szimulálják az örömet ott is, ahol nincs. Irigységet érzek, az irigység miatt pedig megalázottnak, megszégyenültnek érzem magam, és dühös is vagyok emiatt. Úgy érzem, hogy ők olyan ajándékokat kapnak, amilyeneket én sosem fogok, amely nem más, mint hogy képesek élvezni az életet, és képesek a boldogságra. Ezért minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy leromboljam a hangulatukat. Rossz híreket hozok, veszekedést provokálok, becsmérlő megjegyzéseket teszek, borzalmas jövőt vetítek előre, bizonytalanságot érzek a kapcsolatainkban, amikor a másik személy pedig savanyú és szomorú, na akkor végre megkönnyebbülök, sőt, emelkedettebb hangulatba kerülök. A hangulatom javul, méghozzá drasztikusan. Ilyenkor próbálom a másikat is jobb kedvre deríteni. Ha ez sikerül, akkor tudom, hogy ez igazi jó kedv. Igazi, mivel ez nekem köszönhető. Én kontrollálom ezt a helyzetet, ahogyan őt magát, a másik embert is. Ideig tartott az idézet. Az ünnepek saját gyermekkorukra emlékeztetik a narcisztikusokat. Ilyenkor döbbennek rá arra, hogy nekik sosem volt igazán feltétel nélkül szerető, támogató családja, ami pedig lehetett volna, de mégsem lett. Ahogy idősödik, tudja, hogy ebben már sosem lesz része, és megfosztva érzi magát. Kiegészülve féktelen paranoiájával úgy érzi, hogy őt megcsalták, hogy őt üldözik. Háborog az igazságtalanság ellen, az arctalan hideg világ ellen. Az ünnepek során döbben rá, hogy milyen érzelmek léteznek, és neki milyen érzelmekben nincs, és nem is volt része. A születésnapok narcisztikus sérüléseket okoznak neki. Számukra ez teher, büntetés, a sebezhetőségre emlékezteti őket, hamis eseményekre. A narcisztikus lerombolja mások boldogságát annak érdekében, hogy egyensúlyba hozza, vagy akár terjessze az űrzavart. Dühös, hogy dühöt gerjeszthessen másokban is. Az ünnepek hatására, az elhagyatással és a nihillel kapcsolatos érzelmek gerjednek a narcisztikusokban, azon kevés érzelem, amelyeknek tudatosan a birtokában van és megtapasztal. A narcisztikusnak fontos, hogy az ünnepekkor, karácsonykor is, és a születésnapján is követhesse a saját rutinját. Nincs különleges ajándék, nincs ünneplés, munka szinte hajnalig. Tüntetőlegesen elutasítja, hogy részt vegyen az ünneplésben, elutasítja a társadalmi normákat, visszahúzódik. Azért csinálja ezt, mert ettől is különlegesnek érzi magát. Ettől persze még inkább megfosztva és büntetve érzi majd magát, csak úgy dobálja a fát a gyűlölet kazánjára, ezzel táplálja bestiális haragját és megvetését. A narcisztikus szeretné, ha valaki kirángatná ebből a duzzogásból, de mégis visszautasít minden erre vonatkozó ajánlatot, segítséget, elkerüli ezeket a próbálkozásokat. Bántja azokat, akik próbálják megnevettetni és elérni, hogy elfelejtsék bajaikat. Ezekben az időszakokban, tehát az ünnepekkor, karácsonykor például, ami közeledik, és a születésnapokon a narcisztikus emlékszik. Emlékeztetve van arra az alapigazságra, mely szerint késóvár, virulens, gonosz, sziszegő, köpködő haragja az egyetlen, amilyen van. Azok, akik el akarják tőle venni ezt a haragot, például a szeretetükkel, reflexiójukkal, együttérzésükkel, gondoskodásukkal, no, ezek az emberek a narcisztikus halálos ellenségeivé válhatnak. Ezt a videót azért hoztam el nektek egy másik feldolgozásban, hogy Sam Vaknintől is halljátok, hogy hogy élik meg a narcisztikusok az ünnepeket. Itt a közelgő karácsony, ne hagyjátok magatokat bántani, de még egy nagyon fontos.
Ne bántsátok a narcisztikus sem. A narcisztikus is valaha egy szenvedő gyermek volt. Ez persze nem azt jelenti, hogy nektek el kell tűrni mellette a bántalmazásokat. Dönthetsz úgy bármikor, hogy kilépsz a bántalmazó kapcsolatodból, és új életet kezdhetsz. Mindegy, hogy hány éve is voltál benne. Vannak ügyfeleim, akik 50 éves aranylakodalmukat ünnepelték, és nem voltak boldogok, és 70 év után jöttek rá arra, hogy nekik ebből elég, hogy a család elfordult mellőlük. Ne várd meg az 50 évet. Lépj ki, hogyha bántalmazó kapcsolatban vagy. Ha azonban a párod nem súlyosan narcisztikus, nem személyiségzavaros, nem a 9-es, a 10-es a skálán, ugye ezekről vannak videóim, akkor engedd meg, hogy dolgozhasson önmagán. Hozzatok létre együtt szabályokat. Meséld, mondd ki őszintén a te igényeidet, hogy ne kelljen gondolatolvasással kitalálni azokat, mert általában a narcisztikus személyek mellett a legtöbbször sérült pár is van, borderline vagy kódependens az esetek többségében, akikre jellemző, hogy nem merik, nem mondják ki az ő igényeiket, vágyaikat, pont azért, mert attól félnek, ez lett a tapasztalatuk gyerekkorukból, hogy akkor elveszítenek valamit, vagy megharagszanak rájuk, vagy ott hagyják őket. Nem, mondd ki őszintén, hogy mikre vágysz. Mondd ki, hogy neked fontos a karácsony. De megérted azt, hogyha ő ilyenkor rosszul érzi magát, hagyd elvonulni. De ne hagyd tönkretenni az ünnepet. Remélem, hogy karácsonykor nagyon sok embernek tudok segíteni ezekkel az üzenetekkel és videókkal, és nagyon sokan meg tudjátok élni a szeretet pillanatait. Még akkor is, ha ez a narcisztikus személyeknek csak részben, vagy egyáltalán nem megy. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, jelentkezhettek a tanfolyamokra és coachingra is hozzám, az információkat pedig megtaláljátok a videó alatt. Ha az ingyenes videóért cserébe a kisfiam csontrákban szenvedő, korábban csontrákos, oszteoszarkomás kisfiam protézis műtétjéhez szeretnél hozzájárulni, ami külföldön reményeim szerint meg fog történni, nagyon-nagyon izgulunk, akkor az ő műtétjét is támogathatod a videóért cserébe, bármilyen csekély összeget szívesen vesszük, ehhez a bankszámlaszámot a videó leírása alatti utolsó sorban találod meg. Áldott ünnepeket kívánok nektek, hangolódjatok egymásra, szeressétek egymást. Köszönöm nektek, Barbara voltam a Narcisz Coach.